Jó estét kívánok! Nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntök minden jelenlévőt a Récsák város képviselőtestete nevében. Először is meg szeretném köszönni a jelenlévők számát. Ugyanis emlékszem, a tavaly évben 9 fő volt itt. Úgy érzem, hogy récsági lakosokat érdekli a város érdeke, és ez igazán megtisztelő. Mindannyiunk nevében nagyon köszönöm, hogy ennyien eljöttek és meghallgatnak minket. Még mielőtt rátérnék itt a hivatalos oldalra, van nekem önöknek egy kis beszámolni valóm az elmúlt időszakból, mégpedig ugye mindenki tudja azt, hogy valaki valakivel indult a választásokon. Ugye tudjuk azt, hogy én is 5 fiatal fiúval indultam, abból sajnos a Dávid, aki bekerült, mindenkinek volt programja, kinek ez, kinek az. Ugye az én feladatom most, ezek után, ahogy történt a választás, az, hogy mindenkinek a programja mellé álljak. Ez a legfőbb feladat, mert ugye mindenki, valaki azért került be a képviselőtestületbe, én azért kerültem polgármesternek, mert az embereknek valami tetszett, valami vonzó volt, amit ígért. És ugye azt mondom, hogy aki igényni se tud, az nagyon szegény ember, de aki ígéretét nem tartja meg, szerintem az a legszegényebb. És éppen ezért én azt szeretném, hogy mindenkinek valahol az ígérete valóra váljon az 5 éves ciklus végére. Ezre kérem én is képviselőtársaimat, hogy ezt vegyük figyelembe, és minél több pontot megvalósítsunk a ciklus végére, ki mit ígért ebből. És akkor elkezdeném én a elmúlt 2014-es évnek a végrehajtásáról beszámolót, ami 2011 évi költségvetés, ez 1.036.822 forint a bevételi oldallal, 828.477-es kiadási főösszeggel teljesült. Számla maradványunk 203 millió forint volt. A 2014 évi költségvetés kiemelt feladatai a következők voltak. Az intézmények biztonságos működtetése, a feladat a város és valamennyi intézmény tekintetében teljesült. Az intézményeknél a működésben financiális okok miatt fennakadás nem volt. Sőt, valamennyi intézmény eszközpótlásokra is kapott pótelőirányzatot. A Városközpont rehabilitációs pályázat lezárása, a buszforduló üzembehelyezése, ez egy nagyon fontos dolog volt az elmúlt évben, hogy a buszpályaudvar üzembehelyezése, átadása ez megtörtént. Valamennyien tapasztalhatjuk, hogy a Városközpontban megszűnt a zsúfoltság, a 2. számú főút zsúfoltsága, naponta többszöri bedugulása, ez megszűnt. Ugyanakkor az új buszfordulóban az utasok fegyelmezetten, humánus körülmények között tudnak várakozni. A legforgalmasabb időszakban sem nem kell egymást taposniuk a várakozóknak. Itt hiányosság van még, hogy a peronnak a megléte, elég kellemetlen a tűzőnapban vagy esőben ott állni, de majd erre később ki fog térni a beszámolomba. A településen a közterületek karbantartását, vízelfolyók, árkok tisztítását, közutak karbantartását, a városkép javítása, ez volt még egy fő feladat a városba. A közterületek karbantartására igen jelentős összeget költött a város. Felújításra került a Jászteleki, a Nógrádi utca, a Liget köz, a Csipke köz. Az utak és a lakóingatlanok megvédése érdekében számtalan helyen történt patkanyesés. Ez hol kevésbé, hol jó sikerült, van, ahol ennek vannak panaszos helyei, ahol kár volt megvágni, de lényegében azon leszünk, hogy ezeket a hiányosságokat majd pótoljuk. És valamint a vízelfolyó árkoknak a felújítása. Felújításra került a Városi Művelődési Központ és Könyvtár épülete, a központi étkezde, valamint a Kressz Park. Kialakításra került egy új focipálya a Kressz Park mellett. Telepítettünk egy szökőkutat, felújításra került néhány járda is. Biztonságosabbá tettük a gyalogos forgalmat középiskolai szakaszon. Többen jelezték, hogy a járda áthelyezését az OTP előtt is folytatni kellene.
Meghosszabbításra került a temetőben lévő betonút is, további karbantartási munkákat, szélesítést, javítást igényel még az út felújítását, ezt remélem, hogy folytatjuk, mert ez mindannyiunknak az ígérete volt. A temetőben a lépcsősor is felújításra került. Többen kifogásolják, jogosan, hogy a lépcső mellé korlát kellene. Ez nem kérdés, ugyanakkor felveti azt a problémát, hogy a sírok megközelítését melyik oldalon zárjuk le, illetve ha középe kerül a korlát, akkor megakadályozzuk a halott szállítását. A megoldást keressük, a döntés azonban biztosan nem lesz feszültségmentes. A városkép javítása érdekében virágágyások kerültek kialakításra a városközpontban. A lakosság részről nagyon sok pozitív, negatív visszajelzés érkezett az eredmény láttán. A megnövekedett parkok locsolása érdekében nem használt kutakat nyitottunk meg. A jelentős vízdíjköltség, azok megtakarítása kerültek ezzel a döntéssel. Ennél a beruházásnál ugye soknál felmerült, hogy miért kellett idegen vállalkozóval csinálni, miért nem lehetett helyi lakosokkal, dolgozókkal, de hát ez most már a múlté, ezután szerintem azon leszünk, hogy a helyi emberekkel ezt szépé tegyük és helyre rakjuk. A közterületek, zöldterületek kezelése érdekében 2 darab kis traktort vásároltunk. A traktorok nyáron füvet vágnak, télen a járdák takarításában, a síkosítás mentesítésében tudják hasznosítani tudásukat. Én szerintem itt 1 darab zárt fülkés traktort kellett volna venni egy kicsit, mert azért gondoljátok el, hogy hajnaltól délig, vagy éppen egész nap esik, egy ember rajta ül, igazán nem egy kellemes dolog. Én majd azon leszek képviselőtársaimmal, hogy valami úton ezt pótoljuk, mert azt nem lehet kívánni, hogy ebbe a téli hidegbe egy zárt fülke nélküli traktoron sót szórja meg járdát takarítson valaki. A téli sikosítás mentesítésünk, hóeltakarításunk a lakosság részül dicséretet kapott. Sőt, más települések lakosai rétsággal példálóznak. Itt szeretném megköszönni minden közreműködőnek a lelkiismeretes munkáját, ugyanis követtem, én magam is az Unimogommal részt vettem az egyik nagyobb hóeltakarításon ennek a főútnak a bal oldalát. Besegítettem a fiúknak, hogy ne ére szó a házait. De összességében mindenki lelkiismerettel végezte a munkáját. És köszönet illeti őket a hidegbe. A volt honvédség ingatlanok lehetőség szerint értékesítése vagy hasznosítása, továbbá az üresen álló ingatlanok a város számára felesleges ingatlanok lehetőség szerint értékesítése. Ez egy lényeges dolog. Azt mondja, a volt honvédség ingatlanokra és más üresen álló önkormányzati ingatlanra komolyabb vevő igény 2014-ben nem érkezett. A gazdasági helyzet a befektetni kívánókat óvatosságra, várakozásra intette. Az érdeklődés az egész évben folyamatos volt, szerződéskötésre azonban nem került sor. Olyan igény természetes volt, hogyha a város ingyen átadja az épület tulajdonjogát, akkor a vállalkozó hasznosítja. Itt viszont felmerülnek, lakásigény azonban van, lehetőséget meg kell majd keresni, mai napig is többen megállítanak engem, hogy önkormányzati lakás lehetőség van-e, majd elő fogom tárni képviselőtársaimnak, hogy nézzük meg és mérjük fel a helyzet, hogy hol volna lehetőség, mert többen költöznének rétságra. Nehezíti a volt laktanya hasznosítást, hogy a volt laktanya hátsó része az úgynevezett telephely, tolmács, közigazgatás területén helyezkedik el. A közigazgatási határ rendezése érdekében, én már tárgyaltam tolmács polgármesterével, aki a jól működő ipari park területéből kér közigazgatási területet, hogy megértsétek, valamelyik meglévő ipari telepi vállalkozást szeretne érte kapni. Így a jelentős adót fizető vállalkozás és a tolmács közigazgatási területéhez kerülne, és ezt se én, se a képviselőtársaim ezt nem javasoljuk. Majd keressük a megoldást, szerintem lesz majd szendvics problémák tolmácsnak, meg lesz még a lehetőség, hogy valami úton mondom megoldjuk. Ami mellett ugye elmentünk, mert megvolt a lehetőségünk, én emlékszem rá, amikor tolmács bánk közig határmódosítás volt a környezőség miatt. Én akkor szerettem volna már ezt a közig határt módosítani, de hát nem sikerült. Ez is a múlté. Azon leszünk, hogy ezt megoldjuk minél hamarabb. A laktanya kitakarítását
A megválasztásomat követően azonnal megkezdtem. Szerintem azt észreveszik az ott lakók, amit szeretnék folytatni, és a terület folyamatos rendben tételét az én szívügyem. Ugyanis az elmúlt 10 évben vagy több évben nagyon el volt hanyagolva, és most már nap mint nap emberek megszeretek, hogy teljesen más ott körbe menni, pedig még ugye még csak el van kezdve, és szeretném ezt folytatni. És ott élhetőbbé tenni. A 2009-2015 március hóig kiemelt feladat volt a laktanya vásárláskor pertárgyi bejegyzés, miatt a kártétés igény benyújtása. Ugye tudjuk, hogy valamikor ez meg lett vásárolva a sportcentrum, a 400-as és a hangárok. Ez ugye volt 8 millió forint volt a sportcentrum, 18 millió volt meghirdetve a hangárok, az ipartelep, 26, aztán egy megvásárlás útján mi önkorátunk megvette 76 millió forintért, és itt egy peres dolgot elindított az önkormányzat. Sajnos ez úgy záródott, hogy elvesztette az önkormányzat a pert, és itt még perköltséget is kellett fizetnünk, sajnálattal. Aztán itt az elmúlt időszakban ugye két testet is ezzel győzködött. Az Alperes a magyar állam volt, a per végül ugye benyújtása került, mert a város ezt elveszített. Aztán igény esetén a Szőlő utcai telkek értékesítése volna még, az 2014 évben az igény nem érkezett telekvásárlásra. El kell, hogy mondjam, én ezt körbejártam, hogy a terület jelenlegi állapota nem alkalmas arra, hogy eladjuk a területet. A telek elgazosodott, először ki kellene takarítani, igény szerint közművesítése megoldandó feladat, mely mértékét, gesztorálás vagy komplett kivitelezés a leendő vevővel kell majd ezt egyeztetni. Ez feladat, ez áthúzódott ugye a 15-ös évre, amiről szintén képviselőtársaimnak dönteni kell, hogy ennek a hasznosításáról. És még egy áthúzódó feladat volt itt, a külterület a 0148/137 helyrezi számon lévő 34 hektáros tulajdon jogának a megszerzése. Ugye ez, szerintem ez is olyan 10 éves, vagy 10 évtől is több ez a dolog a városban, hogy tudjuk Rétság város vagyonát, vagyis hát tudjunk telkeket, netán működő vállalkozásokat letelepíteni, ugye nincs helyünk. Haladni csak nyugat irányba tudunk a tankoson. Erről szól ez a 34 hektárnak a cseréje, vagyis a városnak a megszerzése. Ebben most jó úton járunk, hála Istennek. A 2015 év a terület átadása elutasító válasz érkezett az ingyenes átadásra. 2014. novemberben kértem a Földművelési Minisztériumtól a tulajdonba vételt. Majd tudatták, hogy csak cserével tudják átadni részünkre. Az elszámolás alapja az aranykorona érték lenne. A felajánlott jelenlegi önkormányzati terület Pusztaszántón helyezkedik el. Ez külterület, az akik ismerik, a kastély fölött északi oldal a kastély kerítése párhuzamos, ott van nekünk egy 6-os, meg egy 8 hektáros. A 6-os, azt hiszem, hogy építész társaim, kollégáim tudatták velem, hogy több minden jelzálok, szorgalom egyéb van bejelzve. Ez egy üres, ez a 8 hektáros, ami 177 aranykoronát tesz ki. Ez egy szántó, művelési ágú, és az átadásra kerülő területnek az aranykorona értéke ugye meghaladja a volt tankosnak a területét. Ugyanakkor terület nagyságra viszont az igényelt terület, a tankos, amely csatlakozik Rétság közigazgatási határához, ez 32 hektár, mert a 34-ből talán utak, meg szerintem a Misi Kimre barátunknak az már valahol tulajdonban van, és ennyivel kevesebb. A lényeg az, hogy közel 32 hektár volna az, ami most a városnak a vagyonát tudná fejleszteni. A város számára több százmilliós vagyonnövekedést jelent, valamint építési telkek kialakításának lehetőségét teremti ez meg. A terület cseréről a honlapi rendkívül testetülésen fog dönteni a képviselő testület, gondolom bölcsen fog dönteni róla, mégpedig arról dönt, hogy hozzájárul-e a cseréhez, hogy lesz-e 32 hektár, vagy nem. Itt szeretném megjegyezni,
ami nagyon fontos, feljegyeztem magamnak. Van nekem 3 országgyűlési képviselő barátom. Egyik a Balla Mihály képviselő úr, másik a Vantara Gyula sógorunk, a Hegedűs családban ősöt a Békés Csabai, szintén fideszes képviselő, valamint Harag Péter barátom, és mind a 3-at előszedtem ezekbe a dolgokba, hogy létsák segítségre álljanak nekem. És mind a 3 készséggel úgy döntöttek, hogy igenis körbe járják és segítenek, és ezáltal jutottunk ide, hogy ezt a 34 hektárt megszerezzük, valamint ígéretüket adták, majd kitérek a templombővítésnél, a közösségi háznak a megépítés, ott is pályázat indítottunk, és még több olyan pályázat, ki fogok rá térni, hogy jelenleg a megyei topról tudunk beszélni, de az országossal még nem tárgyaltunk. Ugye egyet nem fordultam még belőle, hogy mit szeretnénk. Először el kell dönteni ezt a meglévő toppályázatot, ami nem kevés, közel 700 és 1 milliárd között van. Erről kell majd a képviselőtestnek dönteni, hogy mit is szeretnénk csinálni. És akkor a következő fordulatokat fogom csinálni, amit ugye valaha ígértem, hogy a kapcsolatomat ki szeretném használni Rétság város vagyonának a megnövelésére. Hogy ezzel így állunk. És akkor most rá szeretnék kérni a 15 évi költségvetésre. A képviselőtestület Rétságváros önkormányzatának és az irányítás alá tartozó költségvetési szervek 2015 évi költségvetésének bevételi és kiadási főszege 931 millió 262 ezer forint. A költségvetési főszegből az intézmény finanszírozás 172 millió 185 ezer forint, tehát a nettó költségvetési főszeg ez 759.077 ezer forint, mely tartalmazza a 2014 évi pénzmaradvány összegét is. A 2015 évi kiemelt feladataink a következők. Először is ugye az intézmények biztonságos működtetése az a legfontosabb, ebbe beleértve az egészségügyi intézményektől kezdve, amiben hála Istennek ott is most tudtam segíteni a járó betegbe. Úgy néz ki, nem tudom most milyen stádiumban, de lehet, hogy majd Mezőfi képviselő, egy polgármestertől ebbe nyilatkoztat, vagy informál minket. Egy barátom által, aki fölhívott engem, hogy ugye sokat szapultak engem a járóbetegnek a megvalósításába, hogy tönkreteszem a várost, és most van lehetőség, hogy 20 millió forintot lehet pályázni bérfejlesztésre, ami el is kell a járóbetegbe, sőt, még több is el kellene, mert hogy hallom, igencsak hiány van asszisztensben, de ebbe most hagyd ne menjek bele. A lényeg az, hogy sikerült barátom által oda jutni, hogy be lett adva a pályázat, a testület nagyon korrekt volt, és megszavaztuk a hozzájárulást. A településen a közterületek karbantartása, vízelfolyók, árkok tisztítása, közutak karbantartása és a városkép javítása. Azt hiszem, hogy ez a pont, ez mindannyiunknak, minden képviselőnek a ígéretében benne volt, úgyhogy ebbe majd kérem mindegyiknek a segítségét, és hogy szépen haladjunk a városnak a rendbetételével. A volt honvédség ingatlanok lehetőség szerint értékesítése vagy hasznosítása, valamint a romos használatra semmiképp sem alkalmas épületek lebontása, tartályok, veszélyes hulladékok eltakarítása és zöld területek kialakítása. Erre most ebben tobba közel 250 millió forint van, és egy normális, élhető világot tudunk a laktanyába teremteni. Buszváró. Buszváró Valánnak történő üzemeltetés átadás, hogy ez egy kiemelt feladat. Lehet, hogy most már ez okafogyottá fog veszni ez a konténeres dolog, ugyanis ebbe a új pályázati lehetőség beforrásban, majd fogom az árat is mondani, hogy mennyi közel 130 millió forintra emlékszem, hogy meg lehet építeni, meg lehet valósítani nulla önerővel, 100%-os finanszírozással, állambácsitól ezt a épületet. És akkor olyanná tudjuk tenni, mint amikor valamikor 2008-ban, vagy valamikor indult ez, hogy egy buszforduló és buszmegállót teremtünk meg, sofőrpihenővel, vizes blokk, mindennel együtt. Nyilvános vécsek a megnyitása,
Hát itt annyit tudok én elmondani, hogy utolsó információm ügyvéd úrnál van, jogi úton van ennek a terelése. Én azon vagyok, hogy minél megnyíljon, ha már ilyen szép, értékes vécét csináltunk, de sajnos az én kapcsolatom se elég ahhoz, hogy holnap ez ki legyen nyitva. Ehhez még várni kell a lakosoknak, és elnézést kérek ahhoz, hogy ez üzembe helyezve, nem tudom az időt, mikor fog megnyílni. Ez a napközi konyha válkozásban, de ugye ez kiemelt feladat, igaz nem nekem, meg szerintem Dávid testvérnek se. Én most szívesebben mondanám, hogy most van lehetőség 0 forint önerővel pályázni. Minden reggel ezt hallgatom a Kossuth Rádió, hogy a konyhákra olyan összegeket adnak, hogy ezt állambácsi támogatja, finanszírozza, meg ugye fogja finanszírozni ingyenes étkeztetést a gyerekeknek, kibővíti. Én szívem szerint azt csinálnám, de ezt bízzuk a sorsra, meg a vállalkozókra, hogy lesz-e, aki ezt a konyhát így fogja üzemeltetni. Közösségi autóbusz értékesítés, ugye ez van még nekem kiadva. Értékbecslése folyamatban van, amit én szintén nem nézek jó szemmel, de hát hadd menjen. Viszont itt van megint egy régóta ígért dolog a Molka útnál, a buszöblöknek a kialakítása. Ebben, hála Istennek, olyan helyzetben vagyunk most már, sikerült összehozni itt a kapcsolatok által, hogy és megjelentek képviselőtársaim, Külsős is, Mezőfi alpolgármester úr, és ott már döntöttünk is arról, hogy a befelé gyarmat, Balassagyarmatról érkező buszfogadót már azt el is lehet indítani, mérnökökkel, tervezéssel, egyebekkel, a kifelő menőt pedig azon még tanakszunk, vagyis meg kell találni a legjobb lehetőséget, amiben az is benne van, ugye, hogy mondjam ezt, végül is nem szeretnénk, hogy senkinek az érdekét ne sértse. Ha betesszük a Takarék utca alá, azt lakásokhoz emeletes ház mellé kell tenni. Nem szeretnénk senkinek, hogy a busz ott pörögjön, onnan induljanak, ott kaparjanak. Viszont én köszönet a építész lányaim fölvigyázsítottak azzal, hogy a Émász után van egy meggyesi család, két meggyesi család, és utána közben van egy 3 méteres kijáró a Buzavirág utcával egyenesen szemközt ki a kettesre, ahol a Molka út kijárónál van, és elvileg, ezt még nem tudattam én a szakemberekkel, közútkezelővel, képviselőtársaimmal, most szeretnék majd erre rátérni, hogy annak a kijárónak is megtaláljuk a helyét, ami Balassagyarmat irányába megy. De a lényeg az, és köszönet mindannak, akik ott megjelentek, meghívtam ugye a képviselőtársaim, megjelentek, és ott már egy élő nyilatkozat történt, egy ismertető, hogy igenis mindannyiunk akarja, hogy megvalósuljon a buszöböl fönn a Molka úttal szemben, valahol ott, mint a Virágos Miklóska bérelt, és onnan meg lehet indítani a Gáztelek utcának járdával, hogy ott szépen meg lehet ezt oldani. Átjáróba pedig a sziget, van ott egy sziget, aki ismer, a kettes úton, ott egy gyalog átkelő beiktatásával össze lehet vonni. És akkor van még egy piasztér pavilon képítése. Jó emlékeztem. Ugye ez is megállt ez a dolog, és a képviselőtestület is kéri ezt, hogy ez bemozduljon. Közben most kaptunk egy olyan információt, hogy erre közel 133 millió forintot tudnánk kapni, amivel megvalósítani, hogy az önkormányzat vitelezze ki ezt a épületet, komplett kezelve, és akkor bérbe kiadni, kinek mennyire van szüksége, és tovább így működtetni. Én azt hiszem, hogy bölcsek leszünk, és emellett fogunk maradni, és így lesz a piasztérből is valami. Szóval a város tervezett költségvetés összességében 749 millió 808 forint, ebben az összegben szerepel a város valamennyi fenntartási költsége. Közvilágítás, közkutak fenntartása, közutak, zöld területek kezelése, köztemető fenntartás, önkormányzat tulajdonú ingatlanok fenntartása, egészségügyi szociális kiadások, civil szervezetek támogatása, és a megfontolt takarékos gazdálkodást, annak ellenőrzését, ezt én szívügyemnek tartom.
A polgármesteri hivatal költségvetése az 85.692.000 forint, az összeg az apparátus költségén felül tartalmazza a polgármester, a képviselőtestület, valamint az intézményi és önkormányzati feladatokat és ellátó külsős munkatársak költségét. Az óvoda költségvetése az 54.197.000 forint, amely kizárólag az ellátással kapcsolatos szakmai és fenntartási költségeket tartalmazza. És akkor van még a Város Művelődési Központ könyvtár költségvetése, ami 41.465.000 forint. Jelentős fejlesztést a költségvetés még nem tartalmaz, ugyanis nagyon előtte vagyunk, és ezek az összegek is, amiket fel fogok sorolni, mind 16-os és 17-es évre vannak előirányozva, és hogy ebben az évben ezekkel a pályázatokkal odáig tudunk jutni, hogy eldöntjük, mit akarunk, elkezdjük megtervezni, hogy amikor a finanszírozás meg lesz, akkorra készek legyünk. Ennek a egyik fele 16, de majd fel tudom sorolni, itt van nálam a Nógrád megyei fejlesztési hivataltól a kiírás, hogy melyik, hányban, mikor finanszírozott. De csak 15-re nincsen finanszírozás, 16 és 17-re vannak. Jelentős fejlesztést a költségvetés még nem tartaná jelenleg, a kidolgozás alatt áll a 2015-i karbantartási terv. 2014 évi pénzmaradványunkat elsődlegesen pályázati önrészek biztosítására szeretnénk felhasználni, és a 2015-i pozíciónkat mindenképpen javítja az év elején meglévő ez a 203 millió forintos pénzmaradvány, valamint a tervezett közel 300 millió forintos adóbevételünk. Év elején át kellett gondolnunk a szociális feladataink ellátását, mivel változott a szociális ellátáshoz szóló törvény. A stabil feladatellátás érdekében 10 millió forint tartalékképzésre került sor. Ugye ez a szociális bizottságnak van félretéve arra, hogy olyan dolgokat finanszírozzon, ami végül is nem kötelező, de ez egy nagy dolog, hogy erre gondolva 10 millió forintra tudjuk a rászorult lakosokat támogatni. Jelenleg biztonságos gazdálkodás mellett működik a város, folyik a pályázati lehetőség feltárása, a lehetőségek keresése. Több olyan pályázati kiírásról hallani, amelyek megvalósítása hasznos lehet a lakosság számára, melyeknek a harmadik napirenden részletesen ki fog térni. Kiemelek néhány kiadási tételt, melyek egyike sem önkormányzati kötelező feladat. Ez is egy fontos dolog, hogy azért tudja a lakosság. A város biztonságát elősegítendő jelzőlámpa, a 40-es villogó, a javítása, átalakítása, ez 635.000 forintba került, mely a holnapi naptól 29-től működés fog lépni, ugyanis régóta, két hete vagy három hete is volt már, hogy beüzemelték, csak sajnos, amit föltettek egy új szekrényt, ott látja mindenki arra jár, ott a iskola oldalon, az egy annyira zárt rendszer, hogy a lámpába lévő érzékelő azt a infrasugarakat nem tudja venni, és kell a lámpába is egy antennát, amit Olaszországból hétfőn hozták meg, fölhívtak, hogy megjöttek az antennák, és kell a szekrénybe is tenni, úgyhogy holnap naptól, nem tudom, hogy hány órától, szerintem meg fogom hívni a Tomikát és a tévével, hogy azt vegye fel, mikor elkészült, és ez üzemel a gyalogátkelőnek a pirossal való átváltása, hogy tudják a lakosok, hogy innentől kezdve fölösleges sietni, mert pirosat fog kapni a gyalogátkelő helyén. Van itt a közösségi autóbusz fenntartása, ami ugye ki van írva, pénzügy nekem kiírta, 1.614.000 forint, és írja azt mondja, mely összege nem tartalmazza a 300.000 forintos autópálya matrica éves díját. Hát ugyanis ugye miért tartalmazná, ha a garázsban az autó? A másik, kitudtam, hogy nagyon érdekelt, hogy mi az 1.600.000 forintot egy buszra, ami áll, ami nem működik. És kiderült, hát ugye, hogy egyik dolgozónknak, a temetőrünknek a bére erre van terhelve, és a busz megáll, nincs használva, amivel én nem fog soha az életbe egyetérteni. Viszont most van lehetőség, mert jeleztem pénzügyön, hogy
értékeltessük fel, nyilakok adni, mert lehet, hogy a berkényi polgármesternek jó lesz ez a busz, és ő megvásárolja, mert kérte, hogy oda tudom adni bérbe, mert ahova mennek, hova? Pilis Vörösfehér, mert Csolymárra, ilyen sváb napokra, és mondtam, hogy ne haragudj, Marika, nem tudok, mert el kell adni a buszt, és nem tudok benne segíteni. És akkor kérte, hogy akkor értékeltessük fel, mondjak egy összeget, és akkor hadd maradjon itt a környékben ez a busz. Karácsonyi díszkivilágítás, be és a kikapcsolási költsége, az áramdíja, ez 127 ezer forint. Civil szervezetek, sportegyesetek támogatása, 6 millió 500 ezer forint. Néptánc oktató foglalkoztatás, 1 millió 176 ezer forint. Városi rendezvények élelmiszer költsége, 660 ezer forint. Oktatáshoz kapcsolódó ösztöndíjak, 330 ezer forint, születési támogatás 450 ezer forint, beiskolázási segély ez 2 millió 400 ezer forint, szociális tűzifa akció önrésze az 246 ezer forint volt, a HPV védőoltás ez 595 ezer forint, szemétszállítás támogatása ez 15 millió 990 ezer forint per év, és amit most még meg lett szavazva, a közösségek program támogatása, amit végül is bárkinek elérhető, bizonyos elszámolás kötelezettsége, ez 3 millió forint. Dávidka, tölts egy pici vizet, létszős. A felsorolt tételek együttes összege közel 32,5 millió forint. Szintén nem kötelező feladat, a támogatásként kell figyelembe venni azokat a támogatásokat, mely bevételekről lemondott az önkormányzat, ingyenes épület teremhasználat, ezek 2015 évi becsült összege 6 millió 652 ezer forint. Erre a számra nagyon büszkék lehetünk, sok olyan önkormányzat van, aki nem 40 millió forintot, de egy forintot se tud adni a lakosságnak. Ezekhez én még tudnám, megmondom, elképzelni, akkor lennék még boldog, ha én képviselőjelölt társaimmal, amit ígértünk, a kommunális adónak a csökkentése még itt lehetne, de sajnos ez is a múlté. De remélem, hogy egyszer eljön annak is az ideje, mert ugyanis azt mondtam, azt hiszem, hogy ezt a hiányt pótolom majd a pályázatoknak a idehozatává. Remélem, hogy úgy fognak sikerülni a pályázatok, hogy meg tudjuk valósítani, hogy kommunistát talán teljesen is eltöröljük. Én ebbe bízom, hogy lesz olyan összefogás köztünk. Költségvetési rendeletben nem kötelező feladat, de kiemelt célkitűzés, hogy a lehetséges közmunkaprogramokban részt vegyünk. Ami jelenleg is 30 fő, aminek nagyon örülök, és itt azon van, hogy a munkahivatallal minden jó kapcsolat kihasználják, és minél több embernek tudjunk munkalehetőséget adni. És a közmunkaprogramokra 10 millió forintos önrészt szerepel a költségvetésünkben. Eddig sikerült 22 millió forint pályázati forrást nyernünk a feladat végrehajtásához. Ugye tudjuk, hogy képviselőtestületülése hallották, de lehet, hogy nem mindenki. Van egy olyan program, hogy Récsák környékén, vagy településen illegális szemétnek az eltakarítása, abban van nekünk 15 fő, és van 5 fő, aki a vízzel vezető árkokat rendbe tartja, tisztán tartjuk, és azon vagyunk, hogy a város egész területén csak egyszerre mindenhol nem metünk oda, de folyamatos lesz, és ez folyamatosan karba fogja tartani az egész város területén ezeket. És köszönet az embereknek, ma is végignéztem gumicsizmába, hideg vízbe is, és becsülettel dolgoznak, ami le a kalappal előttük. És akkor azért azt is megjegyzem, hogy közmunkaprogramok esetében szigorúan kívánom kezelni a munkavégzés intenzitását, szankcionálás mellett elkívánok köszönni azoktól, akik nem működnek együtt az önkormányzattal. Ugyanis sorba állnak az emberek, és aki ezt nem végzi tisztelettel, szívvel, azt azt mondom, hogy akkor ne jelentkezzen közmunkára, akkor más csináljon. Nem kell megszakadni, nem kívánom, hogy a 8 órát kidolgozza, nem, szóval tekintettel vagyunk rájuk, mert
az a pénz, ami az a pénz, de, de valahol mégis azért, ha már ennyi pénzt állt az állambácsi, meg az önkormányzat a önerőhöz, akkor, akkor igenis valamennyi használt lássa a város, és ebbe, ebbe oda fog figyelni. Igen, 30 megvan. És akkor engedjék meg, hogy néhány szót szóljak a szívemnek annyira fájó vandalizmusról. A Kresszpark új kerítése, az alig beüzemelt szökőkút, virágláda és virágágyás, a buszváró konténer fűtése esett áldozatul a vandalizmusnak 2014 évben. Több százezer forintos kárt okozva ezzel az önkormányzatnak. Igaz, a Kresszpark az megtérült, ott a szülők meg folyamatban van, ott a szülők bevállalták a gyerekek helyet, és azt megfizetik, viszont a konténer, azt úgy képzeljék el, rendszeresen kiáltunk, hogy volt valaki, aki fölhúzták 38-40 fokokra, és elolvadtak a hősugárzók a busz megállva a konténerekbe. Ez egyszerűen kilincsek leszaggatva, nem tudom, ezt nem tudom hova rakni. Szomorú. És akkor... És egy nagyon fontos dolog, amit még tudatom kell önökkel veletek. Azt mondja, említhetném a villanyvezetékre feldobott tornacipőket, és a piac térnél a patakba illegális szennyvízbekötést. Takarítottam az emberekkel a patakot a hídnál, és van egy csapadékvíz elfoly cső, és rendesen jön ki rajta a kulé. Kénten voltam kívni a DMRV-t, a DMRV mintát vett, és egyébként megállapították, hogy valakinek a WC-je van rákötve. Redugóztattam, úgyhogy ilyentől valahogy mentsük meg egymást, és legyünk egymásra tekintettel. Itt van most a lehetőség, képviselőtestület döntött, hogy aki december 31-ig beköti a nem meglévő szennyvíz csatornáját, az ugye kap 60 ezer forintos segítséget, vagyis támogatást benne, nem 120 ezer forintért köthet, hanem 60 ér, ami valamikor ugye a mi időnkben 50 volt, de közben volt 120, és 120 helyett 60 ér most be lehet, valamint a 14-15 évben a talajterhelési díjat azt nem kell befizetni, vagy ha befizette, azt visszakapja. És ez úgy érzem, hogy ez egy nagyon korrekt döntés a testülettől, talán 72 család van ilyen helyzetben, hogy beköthet rá. Szóval ezt a dolgot mellőzzük. Akkor itt van még a szökőkút elektronika, ugye ez még egy-két, most fogom elindítatni, talán holnap, ha lesz jó idő, hogy a szökőkút bejut, hogy nem tudjuk, hogy az elmúlt évben, ami volt az a habosítás, hogy mennyire megviselte, nem viselte, nem tudni, majd ez most eldől. Tisztelt réteg, kevés az önkormányzat költ az önök komfortérzésére, növelésére. Az értékekre vigyázni is kell. Kérek mindenkit, ha vandalizmus lát, azonnal jelezze nekem, vagy rendőrségnek. Ígérem, hogy eddig is 2015 évben is mindent meg fogok tenni, hogy a tettesek elnyeljék méltó büntetésüket. És akkor azért nem menjek el a én házam tájáról se, nekem is van mit helyrakni saját portámon. Most rólam szól benne a munkájában. Nagyon oda kell figyelnem a járművek üzemanyag fogyasztására, valamint azoknak az elszámoltatása, és még sorolhatnám a feltárt problémáimat. Most nagyon nem akarok ezzel kibontakozni, biztos lesz majd módom lehetőségem, de sajnos olyan törvénytelenséget találtam, amik nagyon szomorúak, és majd amikor ez tisztáldódik, akkor biztos önök meg fogják tudni. És akkor most rátérnék a tájékoztató a harmadik napján, de pont a 15 évi fejlesztési lehetőségekről. Polgármester hivatal energetikai teljes felújítása. Erre, hogy úgy számoltak ezek a megyei emberkék, hogy x négyzetméter az önkormányzat, számoltak 100 ezer forintot, ott most mondjuk egy felépítés egy épületnek van durván 150 ezer forint per négyzetméter, ilyen 100 ezer forintos nagyságrendet számoltak, amit most tudnak adni a felújításra. A buszöbből gyalogátkelőhely kialakítása a Molkútnál, erre
durván 35 millió forintot tudunk kapni. Föl van egy sorolva, hogy a mi ígéretünk az öt fiúnak meg nekem volt idősek napközotthona. Most, hogy lesz, nem lesz, ez majd a képviselőtestület eldönti, de annak idején én ragaszkodom a 12 pontomhoz, és majd abból mi valósul, meg mi nem, azt majd az élet eldönti, de ott is van 70,5 millió forintunk. 70 millió 555 forint, ami ugye arra lehetne jó, hogy egy meglévő épületet kiszúrunk, eldönti a testület, ezt felújítjuk, és akkor átadjuk a idősök napközotthonáig, ahol munkahelyeket teremtünk, és idősek szépen egész nap el tudnak ott lenni, gondozás mellett, orvosi felügyelet mellett. Zöldterület fejlesztés, ebbe én kivittem az emberkéket a 400-as pályá felújítására gondoltam. Ugye aki nagyon sok ember szeretne ott sportolni, meg jó érzi magát, minden rendezvényünk általában oda vezet. És a meglévő romos épületek, most erre van egy nagyon jó pályázat, amit föl kell mérni majd közösen a testülettel, meg szakemberekkel, építészekkel, hogy mi az, amit valóban soha az életben nem szeretnénk se felújítani, se látni. Mert olyan állapotban, hogy nem tudjuk használni. Ezekre az épületeknek a lerombolására, eltakarítására, zöld kaszáló füveknek a megszer, vagy parkotnak a létrehozatára ezek helyén, erre most közel van 250 millió forint állambácsitól. És ezeket igenis ki kéne most használni, és sorba venni, hogy ezektől szabaduljunk meg a nem működő, meg nem hasznosítható épületjeinktől. 254 millió. Nem tudom, mennyit mondtam. 240, 254. És akkor egy fontos dolog, a Kossuth utca, a buszfordulótól való felújítás, vízzel vezető járdák, valamint a járdáknak a megépítése. Én emlékszem rá, voltam költségvetési dolgozó, hogy mindig az a Kossuth-os utcán van, senki földje volt, elhanyagolt volt, és most itt van lehetőség, hogy a busz megállóig, fordulóig szépen megvan, rendben van téve minden. Onnan lehetne, mert iparterülethez és a volt Urárus Kft. Az iparterület, ahova most majd arra is ki fog térni, jön egy komoly vállalkozás, aki adózni fog ide a önkormányzatnak, nagyon komoly építménnyel, beruházással, és most meg lehetne csinálni, meg az ott lakók érdekébe a komfort érzésüket, a vízelvezetés, gyalogjárda kiépítése, és az aszfaltútnak a megépítése. Ugyanilyen lehetőség van a Zrínyi utcában, hogy megvan csinálva Óvoda utcáig. Az Óvoda utcától tulajdonképpen a kutyatáposig meg lehet csinálni, mert ipari terület az végig, és járdával elkezdve Lobei Janitól járdával, és egészen, de legalább a temetőig csináljuk meg. Én elmondom, hogy ezt szeretném ezt megvalósítani, és erre is van. Azt mondja, hogy 26-27 millió forint. A Kossuth utca, meg a Zrínyi utca, valamint Pusztaszántón, ott is van az elkötelezettség, most már én elkezdtem a kapcsolataim által a Közút Kft-vel, meg a mi embereinkkel is kipucolni, egészen a kastélyig, mert az is a senki földje volt, 30 évig ahhoz senki nem jut, most már legalább ki van pucolva. És úgy néz ki, hogy meg lesz patkázva, meg lesz aszfaltozva, de ebből a pénzből meg tudnánk legalább a spektíváig csinálni, mert az ipari területhez vezet, és ki tudnánk építeni az utat. És akkor itt van a utasforgalmi épület megépítés az autóbusz forduló területén, erre kapnánk 73 millió forintot. Amiből szerintem meg lehet valósítani egy normális épületnek, buszvárónak a megépítését. Aztán van itt olyan, amit még az előző ciklusban kértek a integrált településfejlesztésbe, ami sajnos nekünk nem tudom, hogy milyen állapotban, még mindig nem volt benne biztos. Ugye azt el kell tudni mondani, hogy ezekhez a pénzek hozzájátásához ahhoz kell a integrált fejlesztés kialakítása. Mert anélkül ezek nem valósíthatók. És akkor van még nekünk egy fogorvosi rendelőnek a korszerűsítése, ezt én megkérdeztem tegnap, ez egybe technikafejlesztéssel együtt van,
Ez benne volt a régi rendszerünkben, a tavalyi vagy tavaly, nem tudom mikor volt ez előtéma, ez a dolog. Szerintem még a város rehab előtt, és abban is van 34, közel 35 millió forint. Hogy ezt mind a megyei területi operatív programból és 100%-os finanszírozással 2016-2017 évben lehet megvalósítani. Aztán keresem a lehetőséget más finanszírozás iránt is. Például ugye most az előbb említettem, a egyháznak, katolikus plébános úrnak a közösségi ház megépítéséhez, valamint nagyon szeretném, ha magamnak fölítom a kis tornaterem, ami most már bűn a gyerekeknek, hogy ott tornáznak, meg ott csinálják a rendezvényeiket, de szerintem még a felnőtteknek is olyan állapotok vannak, és ebben majd kérem megint a képviselőtestületet, hogy ebben minden előbb jussunk túl, hogy tegyük rendbe. Holott a nagy se igazán, az se volna veszendő, ha a nagy tornatermet is tudnánk, de ezt közösen majd a Barna Orsikával veszem fel a kapcsolatot, és amivel tudunk, abban egymást dolgozunk. És aztán még egy fontos dolog nekem a vállalkozásoknak a letelepítése, ami jelenleg tudomásomon van, amiben próbál közreműködni, az a, elkelt az Uranus Kft., ami most már vállalkozás nincs, abból nincs adójövedelmünk, oda jön egy tankobai beruházás egy új csarnokkal, 10-15 induló itt helyből fölvett dolgozóval, az az éjjeli őrtől, a szakemberig, a autó fényezőtől kezdve, vagy fényezőtől, lakatos, mit tudom, hogy milyen szakemberek kellenek neki. Aztán még egy jó hír, hogy folyamatban van a Globus nyomdának a eladása, ugye a Béres úrtól, aki két dolog is tetszik nekem ebben a dologban, ugyanis tudomásom van, hogy X adóval tartozik a volt Globus nyomda, vagy jelenlegi tulajdonosa, amit jó volna, ha látnánk, és remélem, hogy hamarosan ezt látni fogjuk a büdzsébe, valamint jó volna, ha működne, és ismét ugye építésadó és adó folyna be a városunknak belőle, egy normális jó vállalkozásban. És úgy néz ki, hogy ha összejön a üzletnek, akkor egy komoly vállalkozás fog ide is jönni. Igen, és akkor fontos, hogy nekem a meglévő vállalkozásokkal való jó kapcsolat, ugyanis azt tudni kell, hogy azáltal vagyunk milyen jó helyzetben, hogy nincs forintos gondunk, mert jó vállalkozások vannak Rétságon, és én ezeknek innen is szeretném megköszönni a munkájukat és a tisztességes adófizetőknek a befizetett forint összegüket. Szerintem ezzel a gondolatokkal én be is fejezném, annak reményében, hogy biztos kihagytam én valamit, de önöknek ez a tarsolyukban van, és majd rákérdeznek mindannyiunktól, és megpróbálunk rá válaszolni. És itt szeretném megköszönni mindjártnak, hogy meghallgattak. Ha unalmas voltam, akkor elnézésük.